szakszon szabadon, mögötted hagyva a füstös városok korát. A 2018-as Tour de Hongrie rajtvárosaként szereplő Cegléd egy tipikusan olyan város, amelyről már sokat hallottál, mégsem tudsz róla sokat. Pedig a több mint 650 éves városról van mit mondani. Ezért keltünk útra, hogy a TDH magazinban bemutassuk az Alföld kapuját. Első útunk a városházára vezetett, ahol a kapu őrzője, vagyis a város polgármestere Takács László fogadott bennünket. Természetesen első kérdésünk a Tour de Hongrie-ra vonatkozott. Vajon miért volt fontos Ceglédnek, hogy csatlakozzanak a magyar kerékpáros körversenyhez? Azért, mert Cegléd városa hagyományosan kerékpáros város, hiszen az elmúlt évtizedekben itt nagy hagyományai voltak a kerékpár használatának, hogyha belegondolunk, akkor egy ceglédi sajátosság a kosaras biciklis néni mutatványa a piacra menve, de komolyra fordítva a szót, a városban a kerékpáros sportnak is nagy hagyományai vannak, hiszen triál Európa és világbajnokunk van, és más kerékpáros sportágokban is nagyon sokan űzik ezt a sportágat. Így kapva kaptunk az alkalmon, amikor lehetőség nyílt a Tour de Hongrie mezőnyébe részt venni. Örültünk, hogy megmutathatjuk magunkat. A sport egyébként is komoly tényező Cegléden, de erről majd később, hiszen van itt még látnivaló, és ki lenne illetékesebb Ceglédet ajánlani, mint a város vezetője. Én is sokat szoktam járni az országba, és az nagyon fontos, hogy mit lát az ember, de az is fontos, hogy mit érez hozzá. Nagyon szép tereink vannak, nagyon szép köztereink vannak, amik az elmúlt évben megújultak zömébe, szintén saját forrásból, de az önmagában kevés, hogyha az ember csak szétnéz. Csodálatos gasztronómiai élményeket tudunk nyújtani, hiszen van Ceglédnek egy olyan sajátossága, amit laskának hívnak, ami máshol gomba, de nálunk ez egy hagyományos pásztor tésztaétel. Ezt ajánljuk, köré egy komoly fesztivál is épült, illetve nagyon jó homoki boraink vannak. A kiskunsági borvidéknek mi vagyunk ez egyik utolsó nyúlványa. Ezek a borok, pálinkák, ételek együtt csodálatos helyi építészeti élményekkel azt gondolom, hogy nagyon szép élményt tudnak nyújtani. Nos, a ceglédi épületekkel kapcsolatban van még egy jó hírem. Aki a műemlékekben szeretne gyönyörködni, annak nem kell sokat utazgatnia a városon belül, hiszen a központban egy kb. 200 méteres körben megtalálható a három műemléknek számító templom, az országosan is híres Kossuth szobor, amely az 1848-as toborzó beszédnek állít emléket. A népvezér ugyanis épp Cegléden kezdte a toborzást, és annyira sikeres volt, hogy 2-3 ezer önkéntes már itt csatlakozott a sereghez. Kossuthra még visszatérünk, most viszont beszéljünk kicsit a sportról, amely a város életében meghatározó szereppel bír. Kónya Ágnessel, az Önkormányzat Kulturális Népjóléti és Oktatási Bizottságának vezetőjével így stílszerűen a városi sportcsarnokban találkoztunk, ahol elsőként arról mesélt, hogy igaz-e a monda, amely szerint az egyfőre jutó olimpikonok száma a legmagasabb Cegléden. Hosszú évek óta 4 olimpikonnal büszkélkedhetünk. Ez a szám személyekben esetleg változott, de azért ez nagyon nagy büszkeséget Ceglédnek. Ugye a judó, a birkózás sportágakban, illetve a vízilabdában, méghozzá női vízilabdában van olimpikonunk az utóbbi években, akikre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és ők itt nevelődtek Cegléden, tehát nem ide származott és valamilyen egyesületből átigazoltak, hanem itt a ceglédi edzők utánpótlás nevelésének a eredményei, és ezért még inkább büszkék lehetünk rájuk. Ha valaki esetleg nem tudja úgy fejből követni a ceglédi sportéletet, mint ön, akkor ő sincs elveszve, mert itt van egy remek sportmúzeum is. Igen, hát az 1992-ben alapult sportmúzeum, de már 1978 óta Cegléd egyik díszpolgára, Kürti Béla bácsi alapította a sporttörténeti gyűjteményt, de ez a sporttörténeti gyűjtemény az átöleli az egész ceglédi sportot. Két bemutató teremben lehet megnézni ezeket a relikviákat, az egyik a Szondi István nevéhez fűződik, olimpiai bajnok, ötös a világbajnokunk volt, az összes érme itt található, illetve Zsengelér Gyula, aki a futballnak a Paganinije, és Cegléd szülötte, és itt lett újra temetve. Ez a helyszíne annak a bemutatónak, ahol több ezer relikviát találhatunk, és meg lehet nézni azoknak a sportolóknak a pályafutását, fényképeit, érmeit, akik Cegléden valamikor is sportoltak, és eredményt értek el. 50-en vannak ilyenek, akik nemzetközi szinten értek el jó eredményeket, 24-en olimpián.
A Sportmúzeum valóban Magyarország egyik legjobban dokumentált kiállítása, ahol az olimpiai és világbajnoki érmek mellett olyan érdekességek is megtalálhatók, mint a Puskás Öcsi első válogatott meccse után készült kép, ahol egyébként az első gólja előtt a labdát a már említett Zsengellér Gyulától kapta. De Cegléden nem csak a múlt a sporté, hiszen több mint 20 féle sportágat versenyszerűen űznek itt, sőt, a nyitott tornaterem program keretében bárki olyan mozgást végezhet, amit csak akar. A város éves szinten 100 milliós nagyságrendben költ a sportra, emellett folyamatosan fejleszti az infrastruktúrát is. A lényeg persze az egészséges életmód, Cegléd gyöngyszeme pedig a gyógy- és strandfürdő, ahol szintén folyamatos fejlesztések zajlanak. Erről Szűcs Ádám, a Termálfürdő Kft. Vezetője beszél, akit a strandon értünk utol. Tavaly elkészült egy 200 négyzetméteres hullámmedencénk, ami akkor még csak strandmedenceként funkcionált, és az idei szezonra belekerült egy hullámlabda, ami folyamatos föllemozgásával generálja a hullámokat. Ezen kívül van egy csúszdapark itt, amit hát eddig nem beszéltünk róla, de most már azt gondolom, hogy Magyarországon strandot üzemeltetni csúszdapark nélkül az egy nagyon bátor vállalkozás. Az biztos, sőt, inkább vakmerőség. A csúszdapark az, ami az embereknek a pihenés érzését, az adrenalin termeli. Tehát nekünk is ugye a csúszdapark, egy 18 csúszdás csúszdaparkunk van. Tavaly készült el, tavaly lett átadva a közönségnek egy 16 méteres szabadeséses óriás csúszdánk, ami előzetesen is látható, hogy nagyon jól szerepel. Másfél hónapos működés alatt több mint 18 ezer csúszást regisztrált a gép. Ti kifejezetten nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az ember itt el tudjon bújni, ugye? Jól fogalmazott? Igen, tehát mi hatalmas parkosított zöld felülettel, virágokkal rendelkezünk, ahol megpróbáljuk az ideérkezőknek mind a privát szférát, mind a nyugalmat biztosítani. Tehát itt még teltház esetén sincs az, hogy egymás szájában vannak az emberek, tehát mindenki el tud vonulni és nyugodtan tudja kipihenni a hét vagy az év fáradalmait. Miközben a szomszéd törölközön a gyerekek kiabálnak, de nem annyira közel, hogy az engem hogy zavarjon. Persze nem csak elbújni lehet itt, a már említett attrakciókon kívül kül- és beltéri gyógymedencék, több gyermek- és élménymedence várja a strandolni vágyókat. No és olyan programok, amelyek csak itt Cegléden láthatóak. A tavalyi csúszdaavatás egyik legnagyobb látványossága volt Hegedűs László Hege, világbajnoki 8. Európa-bajnoki 4. helyezett triálos versenykerékpározó csapatának bemutatója. A szintén helyi Hegével is összefutottunk a városközpontban, akit arról kérdeztem, hogy lesz egy ceglédi srácból egy világszerte elismert bringás. Én azt gondolom, hogy Cegléde nem csak kerékpáros vonalon nagyon sportbarát, hanem úgy all-in az összes sportágat figyelembe véve. Cegléd egy nagyon támogató város ebből a szempontból, és azt gondolom, hogy a ceglédi sportolók nagyon tehetségesek, hiszen számos olimpikont tudnék felhozni példának, valamint számos vízilabdázó küzdősportoló van Cegléden, akik nemzetközi sikereket érnek el, és hát ugye magamat is ide sorolom, mert kerékpáros vonalon is a triál szakákban nagyon erősek vagyunk, de emellett egyébként számtalan kerékpáros egyesület működik Cegléden, akik tök nagy sikerrel toborozzák a fiatalokat és a kerékpársportot szeretőket, tehát én azt gondolom, hogy Cegléd egy nagyon kerékpársportbarát város. Ez a támogató közeg, amiről beszélsz, ez tett hozzá a te karrieredhez? Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy neked ahhoz, hogy elérd, amit elértél, ahhoz kellett az is, hogy ceglédi legyél? Ez egy nagyon jó kérdés, mert nem próbáltam meg, hogy mondjuk milyen lenne, ha pesti lennék, tehát ezt nem tudom. Én azt tudom, hogy amiben most élek, itt Cegléden, az egy támogató közeg, ahol a ceglédi emberek elismerik a sport teljesítményt, legyen az akár küzdősport, vagy éppen kerékpársport. Cegléden kerékpározni nagyon szeretek, mert számos kihívást találtam már magamnak street körülmények között, amit egyébként tolerálnak is a helyiek, hiszen nem küldenek el azonnal. Ki tudok belőle szedni valami őrült ötletet, ami most a fejedben van? Itt van például velünk szemben a Városháza, aminek van egy nagyon szép pereme, tök jó lenne ott is hátsókeréken végigtekerni, nyilván majd a helyi vezetőséggel ezt le kell egyeztetnem, de hogyha támogatók lesznek, akkor természetesen ezt is meg fogom valósítani a jövőben. Még egy dolog, amiért érdemes eljönni a közeljövőben a városba tehát. Mikor Kossuth toborzó körútját itt kezdte, bizonyára arra gondolt, hogy az itt élő emberek kitartása hasznára lesz a hazának. De a ceglédiek olyannyira kitartóak, hogy 1877-ben 100 fős követséget indítottak Torinóba, hogy hazahívják a nemzet vezérét, képviselje városukat az országgyűlésben. Kossuth végül nem jött haza, de emlékét őrzi az egyedülálló relikviákból álló múzeum a belvárosban. De van itt dobmúzeum, hangulatos terek, és ami a legfontosabb, egy olyan aktív közösség, amely a hétköznapokat is ünnepivé tudja varázsolni. Ez az, ami miatt Cegléden jó ott lenni.